Tisztelt, bátor magyar honfitársaim! Köszöntelek benneteket! Köszönöm, hogy eljöttetek mindenféle ijeszgetés, rémizgetés ellenére, hiszen természetesen már is beindult a Covid-diktatúra fenyegetőzése, már is jól időzítve a szombati demonstrációnk előtt bejelentették, hogy újra korlátozni fogják a gyülekezést, és 500 főnél többen nem jöhetnek majd össze. Ez ugyan még nem vonatkozik a gyülekezési törvény hatája alá tartozó rendezvényekre, de nagyon sok honfitársunkat már meg tudták ingatni, és rengetegen jelezték az elmúlt napokban, hogy nem mernek eljönni, félve az újabb és újabb büntetésektől. Ennek ellenére olyan sokan vagyunk, hogy nem látom a tömeg végét, úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni önöknek, nektek, hogy itt vagytok. Mert azt mindenkinek látnia kell, hogy ahogy az előbb Szakács Árpád említette, jó magam, Toroszkai László, egyedül senki vagyok, sőt, ahogy Novák előd az előbb idézte, másodrangú állampolgár vagyok, hiszen nem vagyok beoltva, csippem sincsen egyébként. Így aztán mindenkinek látnia kell, hogy jó magam, egyedül nem fogom tudni most megmenteni Magyarországot. Csak együtt, csak önökkel, csak veletek fog majd sikerülni. És valóban az egyetlen oltás nélküli miniszterelnök jelölt vagyok, ennek ellenére a kétszeresen, háromszorosan, lassan négyszeresen oltott magyar politikusok sorban jelentkeznek be a kórházakból. Kósa Lajos, Pócs János és a többiek képesek úgy bíztatni a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik Covid-oltás felvételére, hogy közben alig tudnak megszólalni a kórházi ágyon fekve. Ezzel ellentétben az én szervezetem otthon, lábon kihordta a koronavírust, úgyhogy köszönöm szépen, nem kérek továbbra sem az oltásból, és kitartok. Kitartok, mert egyre biztosabb vagyok abban, hogy nem csak a koronavírust nem állította meg ez az oltás, ellentétben Merkeli professzor és a kormány hazudozásaival, hanem egyre biztosabb az, hogy több kárt fog okozni nekünk hosszú távon, mint amennyi hasznot bárkinek okozhat, kivéve Bill Gates-et és a többi vakcinagyártót. Ráadásul egyre világosabban látszik, hogy elmebeteg fordulatot kezd venni ez az egész úgynevezett járványkezelés. Jó példa erre annak a rendőrnek a levele, amely körbe kering a világhálón, ameddig még keringhet, aki nem mehet el egy futballmeccsre biztosítani, hiszen nem oltott. De mivel átesett a fertőzésen, vagy akár csak a vérében kimutatják ezeket a bizonyos antitesteket, ezért szurkolni elmehet ugyanabba a stadionba. Őrület, ami jelenleg Magyarországon járványkezelés címén zajlik. És akkor lesz igazán nehéz számunkra ez a helyzet, mert ezen még mosolyoghatunk akár, ezen a morbid történeten, de akkor lesz igazán nehéz számunkra, amikor úgy járunk, mint például én magam a napokban, amikor felhív a 14 éves lányom, hogy hazazavarták az iskolából az összes oltatlan osztálytársával együtt, 10 napig karanténban lesz, bezárva a szobájába, akadályozva a tanulásban, és sok érettségire készülő magyar diák van, aki ugyanebbe a helyzetbe kerül azért, mert bár ő oltatlan, nem kapott oltást, de mag egészséges, de az oltott osztálytársán tünetek mutatkoztak, pozitív lett a teszte,
És az oltott osztálytárs miatt az oltatlan, makkegészséges gyermekeket hazazavarták az iskolából, közöttük a saját lányomat. És amikor a gyermekeink sírva közlik velünk, hogy apa, anya, én akarom az oltást, mert nem akarok kiesni az iskolából, nem akarok megbukni, le akarok érettségizni, na akkor már nem tudunk nevetni ezen a morbid, őrült helyzeten. Mert nagyon nehéz lesz a mi helyzetünk, szülők helyzete. Őrület, hogy én vagyok a megbélyegzett. Őrület, hogy ma a magyar parlament, az országgyűlés elé kerül egy olyan javaslat, kerülhet egy olyan javaslat, hogy az oltatlan parlamenti képviselőket ki kell tiltani az országgyűlésből, meg kell fosztani őket az alkotmányos jogaitól. Nem szavazhat, nem szólalhat fel, nem vehet részt az országgyűlés munkájában. És egy ilyen javaslat az országgyűlés elé kerülhet. Ma itt tartunk. Itt tartunk, mert ez a Covid diktatúra, ez egyre őrültebb formát kezd ölteni Magyarországon és a nagyvilágban is. Miközben sorra megdőlnek a nagy, hivatalosan futtatott professzorok kijelentései a koronavírussal kapcsolatban. Hiszen látjuk, hogy van újabb hullám, lesz még újabb, lesz majd negyedik, ötödik, hatodik oltás kényszerítés. Elég a megbélyegzésből. Elég a zsarolásból, elég a kényszerítésből. És ezt lehet, hogy az ugandaiakkal, vagy az eszkimókkal meg lehet tenni, de a magyarokkal nem. Mi nem ilyen nép vagyunk, nem ilyen nemzet. És miközben a diktatúra fokozódik, aközben a kormány valójában semmit, de semmit nem tett eddig a magyar emberek megvédése érdekében. Egyetlen egyszer nem szólalt meg a magyar kormány, vagy a mélyen tisztelt operatív törzs Müller Ceciliával az élen. Egyetlen egyszer nem mondták el nekünk azt, hogy egyáltalán mivel állunk szembe. Egyetlen egyszer nem tette meg azt a magyar kormány és az operatív törzs, hogy bemutassa nekünk, hogy egyáltalán mi ez a koronavírus. Nem mondják el az igazságot. Diktátum, ultimátum, zsarolás, fenyegetés. És nem csak ezt nem mondják el nekünk, hanem az sem, hogy egyébként mit lehetne tenni a magyar emberek egészségének védelme érdekében. Ehelyett mit látunk? Azt látjuk, hogy az egyébként is óriási bajban lévő egészségügy most még nagyobb bajban lesz. Most sorban hagyják el, már nem csak az orvosok, az ápolók is az egészségügyet. Össze fog omlani. Sőt, kimerem jelenteni, hogy már most sem működőképes. És sajnos a magyar emberek meghalni járnak a kórházakba. Ez a tapasztalat. Sőt, tovább megyek. Nekem polgármesterként vannak bizonyos statisztikai információk a birtokomban, és talán 4000 ásotthalmi lakos lehet akár reprezentatív felmérés is. Én azt tudom önöknek elmondani, tekintettel arra, hogy polgármester kollégáimnál sokkal többet kutatom a koronavírust és magát, a járvány kezelés eredményeit, hogy el tudom azt mondani, hogy nálunk csak olyanok haltak bele a koronavírusba, akik bekerültek a kórházba. Akik nem rémültek meg azonnal, és otthon maradtak, mint jó magam, ők nem haltak bele a koronavírusba. És jelenleg így működik az egészségügy. Nem most, hanem már tavaly. Tavaly az egyetlen önkormányzat voltunk Magyarországon, és az egyetlen polgármester voltam, aki elrendelte, hogy minden lakosnak, aki rászorul, különösképpen az idősek, a nyugdíjasok esetében, ingyen biztosítunk D-vitamint.
Mert az immunrendszer erősítése nem csak a koronavírus miatt, hanem a prevenció miatt rendkívül fontos. Ilyen intézkedésekkel lehet tehermentesíteni az egészségügyet. Ha védjük a magyar emberek egészségét, ha tudjuk, mi az a prevenció. De Magyarországon nem ez történik. Magyarországon az történik, hogy sajnos megbetegítenek minket sokszor. És minél többet járunk orvoshoz, minél több gyógyszert felírnak nekünk, azt tapasztaljuk, hogy egyre többen leszünk, egyre többször betegek. Ma nem prevenció van az egészségügyel kapcsolatban. Pedig vannak értelmes, normális országok, amelyeket normális politikusok vezetnek, és ott tudják, hogy a prevenció a legfontosabb egészségügyi intézkedés. Ezt ma Magyarországon nemhogy önkormányzatok, ezt a kormány sem tette meg, ásotthalom kivételével. De tovább megyek, hogy észszerű intézkedéseket mutassak a teljesen elmebeteg kormányzati intézkedések helyett. Jó magam például, amikor pozitív tesztet produkálva úgymond covidos voltam, fölhívtam két naponta a házi orvosomat, aki szintén covid beteg volt, kérdezgettem, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Hát, igazából nem tudja. Jó, ezért úgy döntöttem, hogy mivel azt mondták, hogy ugye a tüdőgyulladásba lehet többek között például belehalni, hát mit csináltam, amit a nagymamám, édesanyám velem, amikor gyermek voltam, jó sok kamillatea, kamillagőz. Hát ennyi jó tanácsot kaptam a magyar orvostudománytól, a kormánytól, az egészségügytől. És volt még egy nagyon fontos gondolat, megkérdeztem a házi orvosomat, hogy hát tulajdonképpen ezen kívül ugye mi az, amit tennem kell. Ő azt mondta, hogy aki Covid beteg lesz, az ha nem kap rendesen levegőt, hívja a mentőt, menjen a kórházba, a Covid osztályra. És hála jó Istennek, én nem hívtam mentőt, nem mentem a Covid osztályra a kórházba, mert a családomban mindenki, aki a szegedi klinikára bekerült, kórházi fertőzéssel küldték haza. Mindenkit valamilyen szuperbaktériummal, sajnos az egyik nagymamám így halt meg, Szegeden. Így aztán otthon maradtam, és gyakorlatilag, ha az orvos nem tiltja, akkor még edzeni is edzettem volna a tanyámon, mert van erre lehetőségem, úgyhogy annyira azért nem szenvedtem meg. De hónapokkal később kaptam egy YouTube videó nézőtől egy üzenetet, aki elmondta, hogy talán az édesapja megmenekülhetett volna, tüdőgyulladása volt, és kórházba került, ahol felülfertőződéssel, szintén egy kórházi fertőzés következtében elhunyt, holott nem biztos benne, hogy kellett egyáltalán hívni a mentőt, és utólag tudta meg, hogy 1-2000 forintért lehet egy pulzoximéter nevű nagyon egyszerű kis eszközt venni, amivel lehet mérni, hogy mennyi a véroxigén szint, ha az embernek bármilyen okból tüdőgyulladása van. Nem árt, ha a lázmérő mellett van otthon egy ilyen is. Én ezt életemben először a koronavírusból 2 hónapja kigyógyulva hallottam, hogy van egy ilyen eszköz. Velem ezt nem közölte sem a házi orvos, sem Müller Cecília, sem az operatív törzs, sem a kormány, senki, sem Merkeli professzor. Pedig egy rém egyszerű eszköz. És az ember lehet, hogy nem rémül halára, nem hív mentőt, nem megy be a Covid osztályra, ha azt látja, hogy egyébként a véroxigén szintje mondjuk rendben van. Mivel végképp nem szeretném, hogy megfázzatok, nem sorolom azt a sok kis apró jó tanácsot, amit egy tisztességes, a népét szerető kormány és a kormány által működtetett operatív törzs már az első pillanatban javasolhatott volna a magyar népnek, ahelyett, hogy oltás, 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 oltás. És ez nem történt meg. Ez a kormány nem szereti ezt a népet. És a koronavírus és az úgynevezett járványkezelés bebizonyította, hogy a szlogennel ellentétben nem a magyarok az elsők a kormány számára. Ha ez így lenne, akkor azt tette volna, amit mi ott ásotthalmon. Ahol,
Ha már az előbb említettem a pulzoximétert, minden házi orvost az önkormányzat látott el pulzoximéterekkel, amennyit kértek, és mindenki, aki bármilyen okból, koronavírus, influenza, bármilyen okból tüdőgyulladás van, megbetegszik, azóta megkapja ezt a pulzoximétert, és képzeljék el, megköszönik az emberek ezt Ásotthalmon, mert azt mondták, nagyon sok embert megmentettem attól, hogy kórházba kerüljön. Egy ilyen rém egyszerű és olcsó intézkedéssel. De ha nem fontos a magyar kormánynak, a magyar nép, akkor mi a fontos a magyar kormánynak? Mi zajlik itt jelenleg? Mi történik itt? Mert erről is kell beszélni. Nagyon fontos kimondanunk azt, amit egy évvel ezelőtt elkezdtünk előre jelezni. A szó elszáll, a videók megmaradnak, vissza kell nézni, hogy miket mondtunk. Azt mondtuk már tavaly, hogy nem fogják érteni a magyar emberek, hogy miért száll el az üzemanyagára, miért nem tudják majd megvenni az alapvető élelmiszereket a boltban, miért nő az energiaára, és miért leszünk egyre szegényebbek, miközben az adóterhek folyamatosan nőni fognak. Hát azért, mert egy új világrend kialakítása zajlik, ez egy gazdasági, politikai folyamat, sokkal kevésbé orvostudományi. Ez egy olyan gazdasági, politikai folyamat, amely jelenleg zajlik, amely a világ leggazdagabb embereit, beleértve egyébként a NER közeli magyarországi leggazdagabb embereket is, még gazdagabbá fogja tenni, miközben óriási tömegek elszegényednek. Ez a folyamat erről szól. És amikor 2020. júniusában Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum elnöke, a svájci kongresszusukon bejelentette a Great Resetet, az új világrendet a koronavírusra és a Covid intézkedésekre hivatkozva, akkor mindenki tudta, aki a Világgazdasági Fórumot működteti, ez körülbelül 1000 globális nagyvállalat, hogy miről szól ez a koronavírus őrület. És amikor azt is tudjuk, hogy 2019-ben már itt volt a koronavírus, Európában is, amikor a Barcelonai Egyetem 2020 nyarán bejelentette, és valahogy a média olyan gyorsan elrejtette ezt a hírt, hogy egy napnál tovább sehol nem jelent meg, hogy a 2019. március 12-én vett barcelonai szennyvízmintákból kimutatták az úgynevezett SARS-CoV-2-t, akkor onnantól kezdve azt is végig kell gondolnunk, hogy véletlenül szabadult el ez a vélhetően laboratórium eredetű valami, vagy nem véletlenül. Mert azt is tudjuk, hogy Bill Gates, Jack Ma és a többi, a világ leggazdagabb milliárdosai akkor fektettek be ezekbe a vakcinákba. Akkor jött létre a Pfizer-BioNTech egyesülése, az addig a kutyát nem érdeklő németországi BioNTech cégből, Karikó Katalinék cégéből, amikor ott megjelentek ezek a milliárdosok, és beletették a dollár 10 milliókat ezekbe a vakcinákba. Csak hogy akkor már a koronavírus itt volt közöttünk, és Európában is itt volt. És ettől a pillanattól kezdve ez egy sokkal sötétebb történet, mint azt valaha gondoltuk. És mit tesz a kormány, mit tehetne egy tisztességes magyar kormány? Hát pontosan a világszerte erőltetett, főként például a Világgazdasági Fórum által is erőltetett Covid protokollal szembe megy. És nem a lezárásokat erőlteti, nem a kötelező oltásokat erőlteti, hanem például a prevenciót, például az észszerű tájékoztatást, például a kutatást. Magyarországon a magyar kormány semmiféle erőfeszítést nem tett annak érdekében, hogy a remek magyar kutatók gyógyszert fejlesztenek, amely nem olyan gyógyszer, mint azok a gyógyszergyártó cégek által annyira reklámozott gyógyszerek, amelyek megbetegítenek minket, hanem hogyha valaki tényleg súlyos állapotba kerül, akkor használhassa. Ilyen kísérletek, ilyen jellegű kutatások sem történtek Magyarországon, helyette vakcinagyártásra állnak rá.
Miközben tudjuk, hogy ezek a vakcinák biztos, hogy semmilyen módon nem tudják megállítani a koronavírust. A magyar kormány ezzel egyértelműen bebizonyította, hogy érdekelt az új világrend megteremtésében, érdekelt abban, hogy a saját milliárdosai a világ milliárdosaival együtt gazdagodjanak ebből az egész mesterségesen kialakított gazdasági krízisből. Ez áll a koronavírus intézkedések mögött. A kérdés az, tisztelt bátor magyar honfitársaim, hogy akkor mi mit tehetünk? Ellenállás. Így van. Ellenállás. És mit jelent az ellenállás? Itt van mellettünk az Alkotmánybíróság épülete. Itt van mellettünk az az épület, amelyet egy tisztességes rendőr itt őriz. A környező utcákban sokkal több rendőr őriz. És természetesen tehetnénk azt, mint 2006-ban, meg is ostromolhatnánk akár ezt az épületet. De nem javaslom. Ez most a 2006-os beszédem ellenpólusa. Nem javaslom, mert én nem azért politizálok, hogy botrányt okozzak, vagy hogy a címlapokra kerüljek. Én azért politizálok immáron 25 éve, mert én szeretem a népemet. És én a legjobbat akarom a népemnek. És ha a népemnek az az érdeke, hogy bemenjünk, akkor előre megyek, úgy, mint 2006-ban. Ha pedig az az érdeke, hogy most ne menjünk be, mert más lehetőségeink vannak, akkor inkább azt választom. És elmondom, hogy melyek azok a más lehetőségek. Ugyanis ez az épület jelenleg egy üres épület, de másba is van ezzel. Ezt az épületet teljesen kiüresítették. Ma Magyarországon alkotmányos válság van, és nem demokrácia. Az alkotmányos válságot már 1949-ben a sztálinista alkotmánnyal előidézték, és azt a Szájer-féle alaptörvénnyel tetőzte a jelenlegi kormányzat. Ma nincs történelmi alkotmányunk Magyarországon. És ez az Alkotmánybíróság, ez egy párt, a Fidesz végrehajtó szerve. Ezért utasította el azt a több ezer általunk beadott alkotmányjogi panaszt, amivel egy normális demokráciában eredményt értünk volna el. Mit tehetünk tehát, ha nem számíthatunk már az Alkotmánybíróságra sem? Mit tehetünk, hogyha nem számíthatunk az országgyűlésre sem, ahol mindössze kettő parlamenti képviselő maradt, dr. Apáti István és Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselői, akik még szeretik a magyar népet és a magyarok oldalán állnak. Négy hónap múlva választások lesznek. És ezt tehetjük. Négy hónap múlva ki kell söpörnünk a magyar országgyűlésből az összes ott ülő pártot a képviselőikkel, kettő kivételével, az összes képviselővel együtt. Ez az, amit tehetünk. A 25 éves politikai pályafutásom alatt már rengeteg csodát megértem. Megértem azt is, hogy felépült a déli határkerítés, amiben akkor sem hittem, amikor azt a kormánynak javasoltam, mert már akkor is szkeptikus voltam ezzel a kormánnyal szemben. És tudom azt, hogy képesek vagyunk négy hónap múlva csodát okozni. Egy olyan csodát, ami után mindenkinek, aki jelenleg ezt az egész őrületet működteti Magyarországon és globálisan, az arcára fog fagyni a mosoly. Úgy, mint 2006-ban. Óriási meglepetést okozhatunk az áprilisi választásokon. És nincs más választási lehetőségünk. De kérdés egy olyan politikai erő számára, aki nem önös célok miatt akarja kisöpörni
a parlamentből ezeket a pártokat, hanem azért, mert fel akarja emelni és meg akarja menteni a saját népét, hogy mi lesz ebben a 4 hónapban. Mert nekem erről is kell beszélnem. Mert én nem csak arra koncentrálok, hogy kisöpörjük a pártokat a parlamentből, és a Mi Hazánk mozgalom alakítson kormányt, és mi kerüljünk be a parlamentbe, rákényszerítve, még ha mérleg nyelve vagyunk, akkor is rákényszerítve bármelyik kormányt arra, hogy fejezzék be ezt az őrületet, fejezzék be Magyarország és a magyar nép tönkretételét gazdaságilag, politikailag, egészségügyileg. Tehát ebben a 4 hónapban mit tehetünk addig, amíg helyreállítjuk az alkotmányosságot, és megszüntetjük ezt az őrült, elmebeteg járványkezelést, ezt a Covid-diktatúrát. Mi az, amit ebben a 4 hónapban mi tehetünk? Parlamenten kívüli erőként, úgy, hogy szinte semmi az erőforrások közül nincs a mi kezünkben. Mi az, amit tehát tehetünk? Vannak, így is vannak lehetőségek. Az első és a legfontosabb, a polgári engedetlenség, a civil ellenállás, ami önökön, rajtunk, mindannyiunkon múlik. És mindenki tehet valamit. Aki nem akarja felvenni a Covid oltást, az ne vegye fel, álljon ellen. És van még egy nagyon fontos lehetőség, amit tehetünk. Azt, amit mi ásott halmon teszünk most. Ugyanis egyetlen egy olyan Mi Hazánk által vezetett település sincs, amely kötelezővé tette volna az oltást a saját településén. Nincs olyan polgármesterünk, tehát minden polgármesterünk határozatban nyilvánította ki, hogy az általunk vezetett településeken nincs kötelező oltás. Hétfőn Magyarország összes polgármesterét levélben szólítom fel a csatlakozáshoz. És nem csak ezt fogom tenni, mert látom, hogy azért a saját településeinken is vannak olyan intézmények, például nálunk van középiskola, amely a minisztériumhoz tartozik, ahonnan 20 tanár és ottani dolgozó keresett meg azzal, hogy nem akarja felvenni az oltást, így aztán fizetetlen kényszer szabadságra fogják őket küldeni. Én azt fogom tenni, amit a jégtáblák között hajóját vezető kapitányoknak kellene. Azt kell tennünk, hogy kockáztatva a saját önkormányzatunk, a saját településünk költségvetését, létrehozak olyan átmeneti munkahelyeket és egy olyan pénzügyi alapot, amellyel segíteni fogom azokat a dolgozókat, akiket hasonlóképpen kényszer szabadságra küldenek fizetés nélkül ez alatt a 4 hónap alatt. És hétfőn erre fogom felszólítani Magyarország összes polgármesterét, az összes kollégámat, az összes önkormányzatot, hogy ezt tegye meg. Azzal együtt, hogy kockáztatjuk a saját településünk költségvetését, hiszen nyilván a szegény ásotthalomnak erre nincs fölösleges pénze. De tudom, hogy 4 hónap múlva, ha megtesszük, amit most megkíván a haza, és ott leszünk a parlamentben, és rá tudjuk az akaratunkat kényszeríteni bármilyen kormányra, vagy akár mi alakítanánk kormányt, akkor a következő évi költségvetésből, a központi költségvetésből az önkormányzatoknak rendkívüli támogatásként ki kell az államnak fizetnie azokat a kifizetetlen fizetéseket, amelyeket most az önkormányzatoknak meg kell előlegezni. Ez a megoldás. Így tudnak kitartani a választásokig azok a honfitársaink, akik nem engednek a zsarolásnak. És természetesen a civil ellenállásnak, a nemzeti ellenállásnak, és annak, hogyha az önkormányzatok
ezt megteszik, annak van a központi költségvetésre nézve is komoly terhe. És én a hétfői levelemben arról is tájékoztatni fogom az összes polgármester kollégámat, még akkor is, hogyha nagyon utálni fognak engem, vagy gyűlölni, beállhatnak a sorba, van egy pár ellenségem az igazság kimondása miatt, de arról is tájékoztatni fogom őket, hogy listát készítünk róluk, minden polgármesterről, hogy hogyan döntöttek, hogy a nép érdekében döntöttek, vagy a saját érdekükben. És van megoldásunk arra a teherre is, ami emiatt a központi költségvetésben jelentkezhet, bár hozzá kell tennem, hogy például az állami fenntartású intézményekben, amikor az állami fenntartású intézmény nem akarja kifizetni most a fizetéseket, és helyette mi fizetjük ki, akkor tulajdonképpen nem keletkezik hiány, de nem csak így okoznak a Covid-diktatúrával óriási károkat a magyar gazdaságnak és Magyarországnak, és a magyar költségvetésnek. Nem akarom sorolni, mindenki tudja, hogy mennyi kárt okoztak már Magyarországon. A magyar vállalkozóknak, a dolgozóknak, és még nagyon sokan vagyunk. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen politikai erő Magyarországon, amely az adósság felvétel helyett azt mondja, hogy fizessenek a koronavírus haszonélvezői. Fizessenek azok, akik új világrendet akarnak már megint. Ismerjük az új világrendet. Fizessenek azok, akik profitálnak a Covid-diktatúrából. Fizessenek a gyógyszeripari cégek. Fizessenek a vakcinagyártók. Fizessenek a multik. Fizessenek a bankok. Fizessenek a kaszinó tulajdonosok. Fizessen mindenki, aki kimutathatóan dúsgazdaggá vált, mint a nagy tech óriások ebből az egész Covid-diktatúrából. Ha mi ott leszünk 4 hónap múlva, akkor így fogjuk visszapumpálni a pénzt a magyar költségvetésbe, hogy őket fogjuk majd megadóztatni a magyar emberek helyett. Ez a megoldás. És ehhez az önök részéről semmi más nem kell, csak az, hogy álljanak mellénk, fogjunk össze, ne egy, ne 10, 100 embert győzzetek meg arról, hogy ez a megoldás, és nem az, hogy megadjuk magunkat a zsarolásnak. Mert a magyar nem olyan nép és nem olyan nemzet, akit így kerékbe lehet törni. A magyarok tudják, mi az az ellenállás. Úgyhogy nemzeti ellenállás, honfitársaim, fel a győzelemre!